ezt a csokoládét. Szavaztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem más, mint egy Farming Simulator 22. És ez a videó nem lesz más, mint egy első látásra per test videó, mivel még nem játszottam a játékkal, de nem, hogy nem játszottam a játékkal, hanem gyakorlatilag videót sem néztem róla, tehát ilyen gameplay videót sem néztem. Amiket itt tudok róla, azok nem mások, mint azok a hírek, amiket így olvasgattam még megjelenés előtt, azóta szinte semmennyire nem informálódtam, sem videókból, sem magából a játékból. Tehát fogalmam sincs például, hogy mennyivel jobb, mint a Farming Simulator 19. Annyi információm van, hogy ugye néhány mod belekerült már a játékba. Azért mondom modnak, mert igazából a mod készítőknek köszönhetjük, hogy ezek a dolgok igazából így meglettek, meg elkészültek. Ugye például a Season Mode, meg azt hiszem most már van talán ilyen lánc, tehát így a termelési lánc, tehát mit tudom én, a búzából lesz liszt, a lisztből lesz kenyér, stb. Ez különböző verziókban. Na, már nekem az is meglepetés, hogy itt betöltődik itt ez a map, ugye alapmapon játszunk mindenféle mod nélkül, hogy lehet karaktert testre szabni, hol vagyunk egyáltalán. Hallod, ennek a jövőnek levágták a kábelje egy gyerek, annak a ventilátornak, nincs kábel, komolyan, nincs kábelje, tesó. Hát mi történt? Mi történt? Sötét van, hallod? Mi van itt? Úristen, nem olyan fész, tesó, vagy valami. Tiszta izé, tiszta horror. Tiszta horror van. Tudjátok, hogy a marmonkannának miért van három nyele? És így ezt megláttam, ezt meg kell mondani. Három nyele van, látjátok? Három. Egy, kettő, három. Van két szélén, meg egy középen. Amiatt van, képzeljétek, ugye ez egy elég nehéz. És hogyha egyedül mész, a középsőd vissza fogod, hogyha ketten mentek, akkor egyik ötök fogja a jobb oldalit, másik a bal oldalit. Ketten is lehessen vinni, és egyedül is. Ezért van neki három. Ezért nem kettő, mert ha kettő lenne, akkor egyedül nem tudnád. Ha három lenne, vagy egy lenne, akkor ketten nem tudnátok vinni. De, wow, micsoda ötlet, ugye? Na, vágjunk bele. Mi az szó? Mit lehet állítani? Fejforma, ezt gondolom, ez a fejforma. Nem, ez a hogy milyen színű az arcunk? Igazából maga a rassz is egybe, ugye? Oda nézzetek a csalba, hogy kicsit be... Nem tudok rázomolni a idejére. Nem tudok rázomolni a fejre, az egy kicsit zavaró. Mármint így lehet megnézni, de viszont az jó, hogy lehet egy kicsit testre szabni. Nem mindenki egymásnak a klónja. Ja, hogy csaj, aha. Csajok is lehetünk, igen. Ilyen csaj, olyan csaj, kicsi ilyen ázsiai beütésű, és tényleg próbálnak. Annyira piszi már minden, ugye, hogy minden filmben, meg minden hova próbálnak belerakni mindenféle raszt, és mindenféle nemi hovatartozású személyt is, ami nem baj persze. Na, mik legyünk? Legyünk európaiak, jó? De figyelj, itt van egy ilyen szögletes álformájú csávó, és itt meg már tök nem úgy néz ki. Jó, oké, legyünk ilyenek. Ennyiből lehet válogatni. Hajtípus. Hát lehet hajtípust is választani, viszont hogyha belegondolunk, ugye a kombinációk száma elég jó. Van itt 6, 2, 4, 2, 16, 6x 16 variáció már a hajaknál, hogy elérhető, ez jó, ez tetszik, ez előrelépés. Előrelépés, mert kicsit utáltuk szerintem mindenki. A testalkatot kár, hogy nem lehet változtatni, mármint ugye a magasságod, vagy kövérebb legyél, vagy ilyesmi. Gyerekek, csináljuk már egy csajt, nem? Csináljuk, mi leszünk a... Jaj, halló, szebbasz, várjál, nem leszünk európaiak, ne legyünk rasszisták. Itt várjál? De itt... Itt ez egy... Jó, mindegy. Nem valami szépek ezek a nők. Nem valami szépek. Milyen haja van a nőnek? Wow! Hallod, egy kicsit olyan furcsa a testalkata, nem? Kicsit fura a testalkata. Remélem azon lehet változtatni. Aha, jó van. Melyik? Nézd, legyen ez, legyünk nőiesek, jó? Egy szakállat eset... Nem lehet szakállat neki, és nem lehet bajszot. Hát mégiscsak... Még sincs egyenjogúság a világon. Hoppá, komplet ruházatok, azt a gyerekek, motoros szerkó. De jó, nem kell rákattintanod, hanem méhész cucc, úristen, vagy pedig mi ez? Ilyen párbajtörvívó, vagy mi? Oda nézzetek, ilyen francia, már csak egy izé is kellene, egy ilyen baget kellene a hónunkra. Oda nézzetek, kábolyok is lehet, hogy nagyon jó, ezt tetszik. Mi az, hogy sávos? Kész. Ja, izé is, ez ilyen márkás, figyelj, ez biztos tiles. Nem, 20 várnás, tök jó.
Nagyon adja. Á, tök jó, oda nézzetek, ez jó, jó ez a cucc. Ennyi van, nincs izé. Várjál, ezek ilyen sweetok, ilyen egybe, és lehet külön is válogatni, lehet izét, pólót neki. Ezek ugye a fölsők. De jó, ez jó. Ez tetszik, gyerekek, esküszöm, ez jó. Legyen ilyen neki. Gatya? Nincs rövid gatya? Vagy szoknya az nukumi? Ja, egy kicsit vannak ott hibák, ahogy összerakja a kettőt. De hát jó van. Bőrgatya? Az sincs. Hát de kár. Egy cicanaciba azért eldolgoztunk volna, mi? Na, melyik legyen? Legyen az a farm. Hol volt farmer? Azt nézem, hogy... Ja, a farmerra defaultam. Jó. Oké, cipő. Egy magas sarkú esetleg legyen ilyen piros cipő. Jó van, gyerekek. Meg tudjátok, izé, veszkó csizma, csak ugye nem látszik. Ó, a gumicsizma. Az nagyon kell a gumicsizma. Nagyon jó. Sapka, kalap. Cross sisak, tök jó. Baseball, nekem ez a baseball sapka egyébként tetszik, ami most van a csajon. Úgyhogy ez marad. Ez marad el. Így fogunk kinézni. Kesztyű! Kesztyűt is lehet fölvenni, oda nézzél. Stíles kesztyű. Szemcsi? Wow, rabszemcsi. Munkavédelmi szemcsi, legyen ilyen nap. Nagyon vagányak vagyunk, gyerekek, mehetünk a bárba. Na, nézzük, oké, jó ágyas nevet nem tudok magamnak adni, azt gondolom a Steam nevem. Jó, nem akar, nem kellenek segítségek. Oké, rendben, oké. Jó, hoppa. Ez a lakásunk? Tök jó. Tényleg abszolút nem játszottam ezzel. Várjatok, meg kellene állítanom az időt, vagy nem is tudom. Ja, ez az izé. Hallod, nagyon elfáll. Tök jó, lehet ilyen kör alakú izét, minimapot is választani. Ez tetszik. 0,5-szörös időt lehet most kapcsolni. Ja, jó a minimap, tetszik gyerekek, figyeld. Tudod változtatni a hagyományos szögletesre. Nagyra, mennyi, ez nagy ez a map, gyerekek. Úristen, mi ez, autópálya? Vonat sint látok, mik ezek a izék, mik ezek a kékek? Na, majd mindjárt megnézzük mindent, jó? Úgyhogy ez egy első látásra a videó, úgy készüljetek, aki hardcore gameplay vár. Hát ez az érzékenység, ez elég szar. Ez a menürendszer. A menürendszert miért? Azt szar érkel, ez mi? Ács, aha! Vonatbérlés! What the fuck, gyerekek? Aj, de jó. Pékség, ja, ez, na akkor van egy új típusú ikon, ahogy látom. Jármi volt. Ezek gyárak. Biogázüzem. Ez is ugye pékség. Akkor ez még mi építkezés? Wow. Lehet építkezni. Gyors étterem. Fel kell építenünk a gyors étteremet. Na, gyerekek, nincs új a nap alatt, meg nem találtak fel itt a spanyol viaszt, ugye senki, mert ugye ez már modonként szerepel, de ez most komoly. Az tök jó, hogy benne az alapjátékban, mert ilyen modok már voltak, meg már a Farming Simulator 15-höz is volt ugye olyan map, ahol építkezned kellett, de én... Ott jön a vonadék, látszik, ne szórakozzál, nem tudok beleugrani. De jó, ott látszik a térképen a vonat, tetszik, nagyon jó. Mindjárt megismerkedünk mindennel, megnézünk mindent, gyors étterem. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez az ikon, ez építkezés. Ez inkább izé, rájöttem, bocs. Most jöttem rá, hogy ez lepakoló rész, ott tudsz lepakolni. Úgyhogy... Kereskedő. Akkor van ez az futószalag ikon, ez üzem. Ez meg gyakorlatilag eladod a dolgokat. Másik fajta ikon, ez mi? Ez ilyen töltőállomások. Jó, oké, figyeljetek egy kicsit akkor, mi van még? Mit akartunk? Ez mi? Tooltip nuku? Mit tudom, nincs tooltip. És mi az, érted? Oh. Beállítást akartam előhozni. Hogy lehet? Ah, itt még lejjebb vannak. Ez mi? Még nincsenek de jó. Egy tooltip lehetne, hogy itt termelési láncok. Oké, statisztikák. Jó, igazából egyszer kell megismerni, ugye árak, időjárás,
Be van kapcsolva a season mode természetesen. Ez mi? Beállítások. Automatikus mentés. Közlekedés legyen. Nagyon kíváncsi vagyok a mesterséges intelligenciára. Mármint a nem játékos mesterséges intelligenciára, amik ugye közlekednek az utakon. Hó, az legyenek. Hú, de jó. Mondjuk ez tetszik. A season mode meg a termelési lánc, hogy benne van, ez jó. Ez tetszik. Mi van itt? Sugó ablak? Nem. A sugó ablak nem. Az a túltip akar lenni? Az ja, ez na, jó. Nem tudom, egyelőre hagyjuk. Pénz nem euró. Mire lehet? Dollár, font, euró. Értékegység, kilométer, Celsius, hektár. Jó. Aztán vágom, hogy hol a kamera érzékenység 300-an legyen. Jó. Nyomunk egy ilyen játék mentését. Gépigény nem tűnik nagynak egyébként, legalábbis így. Nem 4K-ba veszem, hanem Full HD-be, de szerintem ez egy szépen, szépen mozgó. Nézzük meg, ez a területünk. Várjátok, még meg akarom nézni, hol volt a térkép legfelül. Aha. Ez a területünk. Ó, itt van 1, 2, 3. Ez a három a mi élenk, ugye? Mik ezek? Fák akarnak lenni ezek a körök? Jó. Igen, itt van a izőnk. Itt van a, ez a, és itt a farmépület. Meg van egy víztartályunk. Ennyi van. Tök jó. Meg itt vannak a, aha. Ezeket tök jó jelzi most. Ilyen izé. Nem csak egy ilyen kis tonttal, hanem így mutatja, hogy traktor, kombány, látni rajta, hogy ez egy kombány. Ez meg egy személyautó. Tök jó, ez tetszik. Meg gondolom a munkaeszközök is így vannak jelezve, ha egyáltalán vannak. De körülnézünk, mi van itt. A farm épületben mit tudok csinálni? Ez jó. Szépen mozog, nem akad. Nem is tudom milyen felbontása. Szerintem, ja, 1080p-ben van szerintem padlón. Nincs egy izomgépem. Például a videokártyám az a GTX 970. Hoppa, még oda is le lehet menni? Tök jó, igaz? Ja, jó, jó. Jó. Jó lenne, hogyha itt ki tud, nem szorulnék be. Ah, jó, oké. Okay. Jó, itt egy kombájnunk. Mire vagyunk kíváncsiak? Tök jó, jók a hangok. Várjatok, a hangerőt azt... A hangerőt azt lehet, hogy lejjebb veszem, mert szerintem nyílen van, jó? Pilladat. Ó, az, hol van a hangerőte? Sebességváltó mód, automatikus, kézi tengelykapcsolóval. Ó, de jó, kézi tengelykapcsolóval lehet izét, lehet állítani. Ó, mindenképpen, van izé, van manuális sebességváltó, ez nagyon tetszik. Hangerőt lejjebb veszük, 60%, ez így minden? Megyük le ezt is akkor. Jó, így. Rádiót azt meg nullára. Jó, és mentünk egyet, és akkor van? Na, kíváncsi vagyok, hogy kell egyáltalán váltani. Az bizt várjátok, hadd nézzem meg a váltás. Séta, felnézés. Jó, egyébképpen fék, kormányzás jobbra, lenézés, felnézés jobbra. Igen, ugye cross platformos a játék, tehát konzolon is megjelenik, emiatt néha vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy annyira nem kell. Mi ez? Tengelytávolság csökkentése, tengelytávolság növegelése. Az mi lesz? Tempó vagy gyorsítás. Hát nem látom, hogy hol van a izé. Hú, gyerekek! Látjátok a izét? A váltást. Á, de mennyi. Te Isten, ezt. Te fiú. Ó, tengelykapcsoló, váltás, felváltás, le.
Számbillentyűzet plusz minusz, ez nekem pont nagyon nem jó. Úgyhogy... Így lesz jó. És van külön sebesség, így van, hogy tudsz. Váltócsoport, leváltócsoport. A váltócsoport az mi? A ilyen felező, meg... Húb ezzel. Várjál, nézzünk azt is egyet. Jó, megnézzük így, jó? Oké. Na. Irányítás elmentése, oké. Vissza. Na nézzük, gyerekek. Nézzük meg az autónál. Hogy ilyenkor akkor manuál lesz minden kocsi? Aha. Ez baromira nem sikerült. Mert rajt van más is, de hát akkor meg miért engedte? Ó, hogy a rosszabb nem evett meg téged. Mit rakjak? Mire rakjam? Utálom. Most így rárakom valamire, jó? Mi az? Nem, tengelykapcsoló pedált nyomjam le. Ó, hogy a rosszabb bevette meg. De várj, az nekem nem volt bájtva, nem? Kézi tenger, csak sima kézi. Hát kuplungolni, hadd ne kuplungoljak már. Jó. Egy. Kettő, három, négy, öt, hat. Hatos. Az az, hát nem tudom, várjál, azt érzem, hatosba fölpakoltam. Csiva megy a hatosba. Hát tudod, nézzük meg belül, látni a váltót, hogy mit csinálunk egyébként. Valamit működik. Most egybe vagyunk. Kettő. Három. Négy, jó. Öt. Hat. Szépen fölkapcsolgat, és van animációja a váltónak. Ez tetszik, nagyon jó. Jó, meg van csinálva, örülünk neki. Ez tök jó. Vissza egy hármasba, kettesbe. Hát traktoron lehet, hogy több értelme van. Ja, meg hogyha nagyon gyors várjatok, próbáljuk meg kihúzatni szépen. Nincs fordulatszámmérőnk. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Nem tudom, hogy van-e értelme a váltásnak. Ugye visszajövünk úgy, hogy 6-ba. Simán felgyorsulunk-e? Ugye a kombánytól jöttünk kb. Na 6-ba. Hatodikba indultunk. Elmondom nektek, szerintem semmivel nem gyorsulsz lassabban itt sem. Így is ugyanolyan gyorsan gyorsulsz, ami... Megkérdőjelezi a dolgokat. Oké, hogy ez egy eres pick-up lehet, biztos, de azért ne hatodikba induljál már. Hatodikba simán kigyorsul. Nem mit mondjak, annyira nem vagyunk boldog. Kipróbáljuk egy traktorra, jó? Ezt a manuális váltó dolgot. Vélek tőle, hogy egy picit itt direkt könnyűre vették ezt. Azért hatban ne induljon el egy személyautó. Na. Üresbe vagyunk. Ja, ott az a fordulatszám, mire ez jó. Oké. Bocsánat, nem vettem észre. Egyes. Egybe mennyit megy? Jó. Tök jó. Kettő. Három. Ránézzünk. Négy. És itt már négy a max fokozat itt. De itt is szépen váltogat. Valószínűsít, tehát négy a max fokozat. Nem tudom, hogy van-e felező opció. És megpróbálom négyben indulni így. Semmi hátrányt nem látok.
Semmi hátrányát nem látok, hogy legnagyobb fokozatba indulsz el, ami nem vagyok boldog tőle. Váltócsoportot is állítsunk. Mondjuk legyen ez, meg ez. Kíváncsi vagyok, hogy van-e felezőnk, vagy valami csodánk. Nem, ennél a traktornál legalábbis nem vált. Megpróbáljuk üresbe rakni úgy. Valószínű szerintem. Nem semmi. Feldobod egyből a négybe, azt ugyanúgy elindul. Terhelve nem biztos egyébként, azt még most majd ki fogjuk próbálni. Most tényleg ez egy ilyen teszt videó, oké? Okay? Tesztelgetjük, hogy mik a funkciók. Egy az, hogy jó, jó, hogy van benne ez. Nem mondom azt, hogy például, de meg hát viszont izét azt kell kapcsolni mindenképp, ugye hátra beletett. Megkülönben. Hoppa, mínusz 3, mínusz 4. Aha. Ez tök jó. Hátrafele is van ide is fokozatunk. 4. Jó. Jó. Na várjatok. Akkor. Nézzük meg milyen járművek vannak. Van nekünk itt egy kombájnunk. Kipróbálom ezzel is, nagyon kíváncsi vagyok. Aha, ez automata. Nézd meg, ez automata mindenképp, látod? Hiába is ugye be van kapcsolva, hogy manuál legyen a combine, ez a combine legalábbis automata. Oké. Okay. Indítok egy munkást, kíváncsi vagyok, hogy arat. Érdekes. Nézzük meg. Azt nézem, hogy mennyire néz ki ez jobban, mint a 19. És megmondom őszintén, hogy nem látom én a különbséget, hogy a 19-nél ez bármennyire is jobban néz ki. Jó, szép meg minden, de... Most lőnek egy screenshotot innen így, nem hiszem, hogy össze... meg tudnátok különböztetni a 19-ről. Hát, nem tudom, gyerekek. Nem tudom, nézzük, milyen járművet kaptunk még gyárilag. Régebbi Johnny. Ah, és ez már ide. Na, viszont ki tudjuk próbálni akkor. Oda nézzél, hallod? Mert ez egybe kultúráltan ilyen lassan megy, figyeled? 2-3, akkor ennek van egy csomó fokozata. Hoppá! 15 fokozat, gyerekek, 15-ös váltó. Nagyon adja, várjál. Megpróbálok 15-be indulni. Sima, sima liba, de még valamit meg tudunk próbálni. Hogyha lerakjuk a kultit. Bazze, 15-ös váltó. Na, ez már tetszik, ez már tetszik. Itt már lehet ugye erőt kifejteni, gondolom, az egyes fokozatokba. Bazze, hallod? 3-mal, meg 2-vel megy egybe. Ez nagyon jó, tetszik. Nem azt. Letesszük. És akkor tesztelünk egyet. Na. 1. Megpróbálom mondjuk egy 15-be elindulni. Kultival. Aj, ezt nem tetszik. Nem szeretem. 15-ös fokozatba simán elindul a kultival. Legmagasabb fokozatba. Nem hogy, érted, nem hogy elhúzza, mert oké, húzza el, mert erős, mit tudom én, lehet, hogy túl van méretezve, de 15-ben ne így induljon el. Miért? Miért kell le? Akkor ne rakják bele! Nézzük tovább, gyerekek. Egyébként a map az tetszik nagyon. Ez ilyen tök jól néz ki például. Mi ez? Itt egy ilyen vashíd, tök jó. A víz. Tök jó, tocsog, ahogy abba megyek a vízbe, ugye? Ez jó, ez a kis patak. Ó, jól néz ki, jól néz ki. Esküvő egyébként nagyon jól néz ki. Hangulatos ez az alapmap, ugye ez azt hiszem, hogy USA. Igen.
Jó, na nézd. Mi volt még ott? Már csak hadd nézzem meg, valami volt ott ki. Ja, itt voltam, de nem tudom mi volt, mit láttam. Jó néz ki, tök jó fut. Egyébként jó fut. Szerintem Farming Simulator 19-nél nincs nagyobb gépigénye. Tök jó fut. Le a kalappal. Ez egy jó dolog. Na nézzük, mi van még. Hoppa, van még egy joring. Ennek neki kemény négy sebessége van. Valami, aha, valami nem stíme, álljál meg. Aha, ő neki van ilyen osztóműve. Látjátok, például tudom kapcsolgatni, most beraktam valami E-be, és így is megy mind az atom. Ami nem mondom, hogy nem hasznos az a váltó, ha valamit akarsz húzni komolyabban, akkor lehet, hogy érdemes lekapcsolni. De tök jó, hogy neki van-e osztóműve, ott a váltóikon fölött volt egy ABCDE, és azon belül meg négy sebessége. Ugye mit tudom én, most ilyen országút négybe vagyunk. Országút egybe is megy, vagy 27-et. Ez jó, egyébként nagyon dinamikus ez a traktor, te kász. Na. Azért ugye mindenképpen, hogyha életfülled akarsz játszani, akkor érdemes bekapcsolni a manuális váltót. Nézzük tovább. Jó, és másunk nincs is, meg az autó. Oké. Okay. Viszont még valamire kíváncsi vagyok nagyon. Várjunk, nézzük meg ezt a benzinkutat, meg ide lehet hozni ugye árut. Nem ezt árulják az ilyen Doggy Andy-ék? Valami hülyeséget árultak annak. Garrison. Hoppa, végre egy járókelő. Hello. Hoppa, végig bugolsz az épületben, nem zavar. Nem annyira mi. Hol a lerakodási pont? Itt van. Igen. De biztos ilyen kaját, vagy valami ilyesmit kell hozni. Oké. Erre vagyok kíváncsi még. Kis traktorok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak újítani. Milyen érdekes dolgok vannak. Ezek mik? Ja, itt, jó, végignézzük. Kis traktorok. Ó! Oppá, oppá! Z25K. Nagyon-nagyon örülök neki. Nagyon tetszik. Tudom, hogy mindenki, majdnem mindenki modokkal játszik. Teljesen jó. Vásárolom meg. Ki akarom próbálni. Tudjátok mi ebbe? Mi ebbe a kajak? Egy kapásból tudsz indítani egy ilyen kis családi vállalkozásszerű gazdaságot. Ez tök jó. És most is például ott van a váltó alatt egy ilyen L, ami azt fogja sugallni, hogy ennek is lesz majd 3 fokozatunk van, látod? De figyelj, L-ből átkapcsolom S-be. Igen, és így akkor egy gyorsabb fokozat, országút gyakorlatilag fokozatba tudsz kapcsolni. Ez tök jó, hogy ilyen osztóműve van bizonyos járműveknek, és nem is az összesnek. Tehát például egy Mórer akkor most már tud azzal gondolkozni, hogy mit tudom én, egy MTZ-nek valósan ugyanolyan sebességi fokozatai legyenek, mint a valóságban. Ez nagyon tetszik, ez szuper. Ez jó. Ja, és jól néz ki ez a traktor. Nagyon szép. És ennek örülök. Arra lennék kíváncsi, hogy ugye veszünk egy nagy pótot, hogy ezek a traktorok egybe, és háromba is ugyanúgy elhúznak-e bizonyos dolgokat. Mert igazából akkor nem nagyon örülök ennek, hogyha ez így lesz. Na, nézzük, még vásárolgassunk, vagy nézelődjünk. Valami érdekességek után. Hoppá, hoppá. Egy elektromos, ugye? Ez egy elektromos. De jó, ez egy elektromos traktor. Hát mindjárt megnézzük, gyerekek. Ez nagyon jó. Konfiguráció, azt hol lehet? Ja, itt van. Alapszint lehet. Semmi más. Meg a kerék márkát. De tudni, tetszik. És ez egy elektromos gép. Jó, mindjárt kipróbáljuk, jó? Legyen akkor már elektromos, akkor legyen ilyen zöld. Béreljük inkább.
Ja, hát ő neki gondoltam, hogy full automata. Mert neki nem valószínű, hogy van sebességi fokozat, hanem... Ó, milyen jó fürge, hallott? Azt a betyár! Ez nagyon fürge, ez nagyon az. Ez nagyon adja. Ez kajak, ez kajak. És nincs semmi hangja, hanem ilyen elektromos hangja van. Ez tök jó. Ez egy jó cucc, ez tetszik. Ez egy jó cucc. Itt meg gondolom lehet konfigurálni. Aha, itt lehet konfigurálni, meg eladni. Nagyon jó. Bírom. Ez jó. Fejlődni kell ugye a mezőgazdaságban is elektromos cuccok vannak, akkor legyen is benne a játékba. Nem csak visszafele kell tekinteni, hanem előre is. Ó, oh, jó, mentsél egyet. Nézzük, mi az, ami még érdekes. Kicsi Londini. Ó, oh, kis New Holland. Ilyen gumihevederes. Te jó, tök tetszik. És jó. Konfigurálás. Mit lehet? Alapértelmezett. Előső súly. Ennyi. Még az előző géphez annyit hozzá akartam tenni, hogy tök jó, hogy van első lehajtás, első három pontos csatoló, hátsó lehajtásunk, csatoló hátul is, ez tök jó, ez tetszik. Na itt a gép. Maradjunk itt, azt akkor nem kell tabolgatni. Nem mi ez? Mi ez? Ezen egy hátsó három pontosunk van. Ez tök jó. Ez inkább ilyen kis fűnyíró, nem? Na viszont ennek... Ennek izé? És mi az a gázpalackot? Így jelölik, vagy pedig az ilyen gázos cucc? Négy, négyes, és akkor A-ba van ugye a váltócsoport, B-be van a váltócsoport, itt is lehet ugye már váltani a váltócsoportok között. Tök jó. Ez jó. Hát ez korrekt. Korrekt gyerekek, korrekt gép. Viszont valamit hadd nézzek meg. Igen, ő egy gázos cucc volt. Nézzétek meg, ebbe benzin van, vagy vagyis ez elektromos, ott van, hogy ilyen delej, ilyen töltés szintje van. Ez gázos. Ez meg ugye dízel, nem benzin, dízel. Jó, tök farangú. Tetszik, tetszik. Nézzük még egy kicsit, jó? Leginkább az újdonságokra koncentrálok. Amik ilyen nagyon kirívók. Hoppa, micsoda fent. Tök jó. Ilyen, ez ilyen nagyon szűk nyomtávú. Nem tudom, gondolom lehet, hogy olyan munkára ugye még hatékonyabb. Ez tetszik. Ó, itt is egy régebbi traktor. Bührer márkával. Talán jól is ejtem. Itt van jó kis 500-as favorit fentünk. Vannak itt régebbi, ó, de jó, jó, tök jó. Tetszik, hogy vannak régebbi traktorok. Na nézzük tovább. Közepes traktorokban vannak-e valami érdekességek? Ferguson régebbi. Mindig a régebbieken akad meg a szemem egyébként. Ó, a jó kis John Deere, de né. Valtra. Tök érdekes, hogy változik a divat a traktor építésbe is. Valamikor az ilyen gömbölyített stílust helyezik előnybe, azt később meg a szögletesebb irányba is megy. Például, mint ez a doc. Oké, menjünk tovább. Nagy traktorok. Na nézzük a nagy ágyokat. Fent. Johnny. Hú. Féllánc talpas. Ezt megnézem, jó? Ezt megnézem, mert kíváncsi vagyok. Nem fél láztalpas, hanem gumihevederes, bocsánat. Kerékbeállítás, széles gumik. Aha. Motorbeállítás. Melyik a legeresebb? Ő a legeresebb? 445 horsepower. És rendszámtáblát. Ja, lehet külön rendszámtáblát magunknak, de jó. Szuper. Ó! Oh. Ő nem egy régebbi típus egyébként? Hú, de jó néz ki. Hány paci az? 375 csak? Nem is olyan nagy. Kíváncsi vagyok az árára. Föl lehet rakni rá 750 kg
Első súlyt. Ikerkerekek. Keskeny ikerkerekek. Mit lehet még a kerkerék 2? Széles gumik, ennyi. Rendszámtábla. Teljesítmény nem lehet növelni. Mennyibe kerül ez? 217, ja, olcsó is. Viszonylag. Azért mondom, mert a teljesítmény az nem egy nagy eresztés. Vannak is cukik. Ó, és a legdrágább ő lesz, a Johnning. Kíváncsi vagyok egy horsepower-re. Aha, ó. Lehet kiebb helyezni a hernyótalpat. Alapértelmezett egy széles is lehet. És a motor beállítása a legnagyobb. Ez 670 paci. Ó, oh, nem rossz. Hol van a készünk? Hol a 620-as kész? Nincs 620-as kész. Hát tűnt. Kész így. Én nem látom, vagy ez elment. Eltűnt. Jó, hát ez lehet, hogy nincs. Hoppa, ez viszont nem kicsi. Motorbeállítás. 665 horsepower. Ó, oh, az jó. Az jó. És ikerkereket tud, semmi mást. Vannak itt ilyen nagy ágyuk. Na, nézzük viszont tovább. Terrautók, na ez is, erre is nagyon kíváncsi voltam. Ú, de jó néz ki ez a Mac. Ó, oh, de jó, megjöttek a Mac-ek. Ugye eddig azt hiszem, hogy Mac-ek helyett volt ugye az a kamu márka. Az a, fú, mi volt az? Ó, elfelejtettem. De jó, ezek tetszenek. Tök jó. Ez a régi fajta is nagyon jól néz ki. Á, nagyon jó. Nagyon tetszik. És láttam, a mapon van autópálya, úgyhogy lehet vele veretni. Tök jó. Kevés van, mint az Atom, az biztos, de viszont jól néz ki. Ja, jól kifogtam ezt a 110.000-eset kapásból, ezek még olcsóbbak. Tök jó, tetszik. Na mi van, ami még érdekes? Betakarítógépek, van valami különlegességünk? Valami igazán jó? Nagyobbnál nagyobb gépek, ugye ennyi. Nem, alapban nem sok van. Sajnos, mondhatjuk. Takarmánygyűjtők, nem akarok mindenbe belefolyni. Szőlőtechnológia, ugye most már van szőlő. Magába az alapjátékba, és erdészeti gépekre hadd nézzünk rá, jó? Komacsú, hoppá! Van kisebb, izé. Van kisebb ő? Ugye már nem csak ponsz van. De jó. De jó. De jó. És van izé, van olyan man, amelyik ugye ilyen KCR-es rakodós. De jó. De jó. Aprító, gondolom. Hű, az meg mi a rak? Ez mi ez? Ilyen izé? Kiközelítő, vagy mi ez van? Mi arra sem ez? Ja, nem az elejére lehet rakni. Valószínűleg van hozzá ilyen körfűrész adapter, meg esetleg más is, ugye? Remélem, hogy jól mondom. Jószág. Növényvédelembe. Oké, okay, kaszálógépek. Ho, van kézi, ne szórakozz. Na, ez egy jó dolog, ez tetszik. Ezt mindenképp megnézzük. Ó, ezt meg kell nézni, gyerekek, ezt meg kell nézni. Ezt a kaszálógépek mi voltunk, oké? Okay? Ó, hát ezt imádom, ezt már most látom, hogy ezt szeretnék meg. Tök jó, mert kicsi gazdasággal tudsz indítani, gyárilag. Ó, ez nagyon kellett, ezt imádom. Kapcsoljuk be. És automata természetesen. Tök jó. Ez jó. Ez egy jó cucc. Csak ugye nem a miénk a föld, úgyhogy nem vágja le, ahogy gondolom. Viszont baromi jó. Ezt akartam. Lehet. És jól működik. Tök jól tolja. De jó. De jó. Külső élet. Ez nagyon adja. Gyerekek, ez nagyon adja. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Imádom. Már most. Ezt tetszik. Na. Nézzük, hol voltunk. Kaszálógépeknél, ugye? Ezt megnéztük. Homlok, rakodók. Vannak ilyen kicsi. Nem tudom, mi a márka. Schaffer nevezetű. Kerekes rakodók. Klassz egyeduralom van, úgy látom. Teleszkópos targoncák. Vannak új márkák. Manitou van.
többfajta. Klassz. GCB. Az mint, hogyha bővült volna elég szépen, nem? Érdekes, hogy teleszkópos targonc az nagyon bővül, betakarító gépek közül meg figyelj, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van. A teleszkópos targonc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem tudom, ez nekem nem jó arány. Betakarítógépekből mindenképp többet akarnék. És leszögezem most a játékról beszélők, nem az, hogy lesz egy, van egy csomó mód, érted? Ó, van olajbogyó technológia is, nem csak szőlő. De jó. Kompakt rakodók, ez nem sokat változott, targoncák. Hát, ja. Autók. Wow, de jó! Van ilyen izé, minek nevezik ezeket? Ilyen nem tudom, minek nevezik őket. Olyan, mint egy quad, csak nagyobb, meg kétszemélyes. Ez tök jó. És lehet vele cipelni dolgokat. Ez mi? Ez mi akar lenni? Ez miért? Miért van ez? Miért van ez itt le? Ki, vagy ilyen cuccok? Hova? Ezt mindjárt megnézek egyet, hallod? Ennek van ilyen... Jó, de lehet bele? Aha, tök jó. Nagyon jó. 97 te vagy, megy, mint az őrült gyerekek. Tök jó. Targoncák, egyéb. Egyéb, van hókotró. Hát annak mindenképp kell lennie, ugye? Mivel most már van hó, de viszont ez egy elég brutál jármű, nem? 400 lóerővel gyerekek, hát ezt meg kell néznem. Mi? Meg tudtuk, ki tudtuk bérelni egyáltalán? Aha, ki jó. Ez mindent is eltol, nem? Ez jól néz ki. Ki lehet nyitni ezt? Aha. De szerintem így mindent össze lehet, összeszedheted a járműveidet a mapon. Ó, nem! Ó, nem! Mondani az olyan. Rúg mind a disztó. Az érdekes, nem a lánctalp rúg, hanem a kerék. Na. Vagy lehet, hogy nem lánctalp, ez hanem ilyen gumi. Na, viszont a, aha, itt egy, itt, itt egy izé. Itt egy autó, és indexel. Indexelsz? Be fogsz fordulni? Be fogsz fordulni? Mit csinálsz itt a telepen, ember? Álljunk meg! Mit csinál a telepen? Hallod, hogy megy? Meg ki megy, mi? Jó, elment arra. Jó. Ez jó volt, a indexel. Nem tudom, eddig is indexeltek, de ez így első látásra jónak tűnt. Na majd mindjárt megnézzük. Jöjjön még egy autó, azt tesztelünk. Nem a világ leglassabb járművével kellene menni, mi? Ó, te fiú. Jön-e valami? Várjatok, volt nekünk egy autónk. Teszteljük azt. Ugye 6-ba indulunk természetesen. Kipróbáljuk, megnézzük a mapot is. Viszont tényleg jól fut a játék, az meglepő. Hát sok változás nem történt a mit tudom én, régebbi farmingokhoz képest, 19-hez képest grafikailag, legalábbis én nem látom, hogy annyira szép lenne, de jó van, én hiszek, hogy szebb. Ezt mindig megpróbálják így eladni, hogy sokkal szebbek lettünk. Ugye azt a járművet elkapom, megnézem, mit tesz. Leginkább a fizika hiánya, meg igazából a mesterséges intelligencia hiánya az, amit mindig hiányoltam ebben a játékban. Tehát úgy van megoldva, hogy nincs mesterséges intelligencia. Még annyi sem, hogy kikerüljön. Hanem azt csinálja ugye, hogy jön, megáll, viszont most legalább nem egy 30 centire állt meg tőled, az jó. Hanem egy ilyen 5 méter. Régebben ugye azt csinálta, hogy így... Várja, most így keresztbe állok előtte. Az jó, mert ugye ránk szokott jönni, mint az atom, és akkor tök szar volt az, hogy
Nem tudtál vele mit csinálni. Hopp. Igen, jó, lesatúz a francba. Viszont ugye ő nem fog kikerülni, meg valószínűleg nem is tudom félrelökni, hanem ő egy ilyen atomstabil dolog a mapon, mint egy ilyen vonat megy körbe-körbe, na várjál még. Megpróbálom félrelökni. Nem, ő egy ilyen nem dinamikus teleptárc sajnos. Na viszont az jó rákett. Ez jó közel volt ebben. Várjál, de só. Ez egy álom maradt számomra, hogy itt bármi fog történni ezekkel. Mármint, hogy jó irányba fog fejlődni a játék ez ügybe. Mindjárt térképet megnézem, kíváncsi vagyok a vonatra. Itt a vonatsíl. Tudok valami markolni? Nem? Hol vagyunk egyáltalán? Autóval, itt te. Ó, mindjárt ott vagyunk a vonatsínnél. Vagy pont itt lesz. Kíváncsi vagyok, elvileg vonatban most már nem lehet beszállni, jól érzékelem? Reagálni reagál rá? Amit megáll, vagy bármi történik? De ugye lehet bérelni például vonatot, azt nem tudom, hogy el. Ugye megnézzük, itt volt egy olyan, no? Nyugati gabonasiló, vonat bérlése. Oké. És itt vonat bérlése, port itt lehet. Na, ez mi van? Ó, gyerekek. Ezzel a idővel, ezzel a mesterséges intelligenciával nem leszek kivékülve most. Na, itt vonatot lehet bérelni? És vagyám. Próbálok én vinned. Erret esetleg. Bérelt vonat óránként, ez jó van. Vonat bérlése. Vonat hamarosan megérkezik, oda nézzé. Na, véreltünk vonatot, gyerekek. 3 kilométerre van. Figyelj, 3,2, tehát nem kapkodj el. Nagyon kíváncsi vagyok most. Vonat. 3,1. És honnan jön? 3. Érkezik a vonat, nagyon jó. De mi értelme vonatot bérelni? Ha? Így innen elviszi oda a cuccot? Megint mi értelme van? Nem tudom. Erre rohadt kíváncsi leszek. Aha. Meg tudom nyitni H-val a gépi dolgozók menüjét. Érdekes. Feszítővek ugyanazok, még a textúrája is. Csak innen jön az a vonat, nem? Nem is látom, hogy jönne. Egy egész 6 kilométerre, gyerekek. Hát hol jön? Elmegyünk el, jó? Megnézzük, mi a szarvad. Jó, ránézek. Szerintem marhára nincs egy büdös vonat se. És 6-ba indulunk, és 6-ba közlekedünk. Ez nekem túl abszurd. Egyébként augusztus van. Itt vagyunk. Ott jön a vonat, mögöttünk, gyerekek. Ha hogyan? De miért? És mire jó? Gyorsan menjünk már vissza. Ott volt a vonat, te. Próbáljunk meg visszavenni. Nem menj neki. Jó. Vagy jobban. Pont odaérünk, jó van. Megállni. Állj meg! Állj meg!
Á, meg te, én rendeltelek. Én rendeltelek. Aztán akkor hogyan? Be tudok ülni, vajon? Megállt, jó van. Megállt a vonat. Ha tudom vezetni, jó. Tudok rendelni vonatot. Tök jó. És igazából, hogy értelme mi van, amikor ezen az egységen tud így oda-hol vissza közlekedni. Ezt ne kérdezzétek, viszont esetleg, hát nem tudom, ugye tudsz vele terményeket vinni egyik helyről a másikra. Meg lehet, hogy van olyan berakodó pont, amelyik kizárólag vonatról tud berakni, erre gondolnék én. És azért van rá szükség. Vagy olyan leadó pont. De majd javítsatok ki. Például ide, nem tudom, hogy tudok bemenni. Be tudok menni ide? Aha, de. Igen, és itt van egy ilyen töltőpont. Tök jó. Jó, igazából akkor vágjuk, hogy miért van a vonat. Jó. Tetszik egyébként. Létrákat lehet használni. Nem lehet. Ezeket a létrákat miért nem lehet használni? Ezt nem szeressek itt. Jó, gyerekek, figyeljetek. Konklúzió. Rosszabb nem lett. Rosszabb nem lett a játék. Pont annyit raktak bele újdonságot és érdekességet és jó dolgot, amiért szerintem érdemes váltani 19-ről, mert csomó funkció csak móddal elérhető. Grafika nem csúnyább, sőt talán még egy picit szebb is. Jól fut, akinek a 19 futott szerintem, meg fut ez a verzió is. Na, itt meg ugye vége van szerintem a térképnek, mert ott elég csupos. Igen, ott arra vége van a térképnek, ott nincs kidolgozva. De viszont legalább nem vagyunk bezárva egy ilyen katlomba. Ilyen hegyek közé. Ja, nem rossz. Szép. Jó. Azt mondom, hogy teszünk bele egy kísérletet. Mindenképpen modolni fogjuk. Viszont... nem is biztos, hogy modolni fogjuk. Azon gondolkozok, hogy azt kellene csinálni, hogy egy ilyen modok nélkül boldogulás, és akkor így betanulnák. Mert ugye nekem is szükségem lenne arra, hogy így megtanuljam a dolgokat. Elkezdeni gazdálkodni. Egy ilyen mod nélküli mapot. Úgyhogy valószínű, hogy az lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tanulságos volt. Aki nem ismerte eddig a játékot, az így bepillantás nyert, hogy érdemes-e cserélni. 19-ről szerintem egyébként érdemes. Jól néz ki, szuper. Új funkciók, új járművek, tök jók, modok lesznek hozzá. Úgyhogy ennyi volna ez a videó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, csácsubi!